Ezekbe a kórtermekbe helyezik el azokat az embereket, akiknél Bács-Kiskun megyében felmerül a gyanú, hogy koronavírussal fertőzöttek. A vizsgálatokat a kiskunhalasi Semmelweis kórházban végzik el. Minden megyében a megyei fertőzőosztály feladata elsődlegesen, hogy a fertőzés, a koronavírus fertőzés gyanús betegeket elhelyezze, és ha felküldik Budapestre azonnal is, tehát sürgősséggel a mintákat, amit PCR módszerrel elemeznek, hogyha pozitív, abban az esetben, hogyha van kapacitása a Szent László kórháznak Budapesten, akkor felkerül egyből. Abban az esetben, hogyha a Szent Lászlónak a kapacitásai megszűnnek, megtelik és nem tud tovább, akkor itt helyileg kell a betegeket kezelni. Tehát amennyiben elterjed a kór Magyarországon és betelik a Szent László kórház, akkor a megyében lévő betegeket Kiskunhalason helyezik el. A felnőtt fertőző osztályon jelenleg 25 beteget tudnak ellátni, de ha szükséges, akkor a férőhelyek számát akár meg is tudják duplázni. A kiskunhalasi Semmelweis kórházban jelenleg látogatási tilalom van érvényben. Jelenleg az országban bevezetésre került valamennyi fekvőbeteg ellátó intézménybe és idős otthonba a teljes látogatási tilalom, amit a mi intézetünk is kiegészített egy olyan zsiliprendszerrel, hogy egyirányosítja a betegeket a szakrendelő és a fekvőbeteg osztály irányába. Gyakorlatilag olyan ember, aki lázas betegséggel érkezik, járóbetegként nem kerülhet be az intézménybe, a fekvőbeteg ellátó részébe. Az elmúlt időszakban több gyanús eset érkezett a kórházba a megye több területéről, főként Kecskemétről, Bajáról és Kiskunfélegyházáról. Ők túlnyomó részt kamionsofőrök voltak, vagy olyanok, akik lázas megbetegedéssel tértek haza külföldről. Eddig minden teszt eredménye negatív volt.